Sziasztok, ez itt a Futóbeszéd, a Futótárs podcastja. A mai részben pedig egy kis lelkizéssel foglalkozom, mert úgy érzem, hogy ez fontos. Jelenleg azért, mert ugyan az idő nem igazán mutatja meg, de lesz idén nyár, és nem szeretném, hogyha olyan problémákkal küzdenek emberek, amelyekkel talán nem is kellene. Lehet, ez a gondolkodás menet, vagy gondolatmenet majd inkább a nőknek lesz kedvezőbb, vagy legalábbis az ő szívüknek lesz kedvesebb, de én azt gondolom, hogy egyre több férfi esetében is igaz már az a gondolat, hogy igencsak sokat foglalkoznak az emberek a testükkel. Most ez egyrésztről jó, másrésztről pedig kevésbé hasznos. Hasznosságát elsősorban egy lelki értelemben értem, de nézzük elsősorban azt, hogy mitől is jó az, hogyha az ember foglalkozik a testével, nyilván az egészség szempontjából. Az egészség az pedig a futással igencsak jól megteremthető, legalábbis kordában tartható, a különböző betegségekkel szemben az ember ellenállóbbá válik, hát azért ezt gondolom nem kell bemutatni senkinek. Már akár fél óra rendszeres sport is, tehát heti háromszor fél óra is rengeteget segíthet, nem beszélve a többről, mint amit a többségetek is jóval felülmúl, hála Istennek ennél a heti három és fél óránál, úgyhogy vagy háromszor fél óránál egész pontosan. Az a heti három és fél óra azért az már jó lenne. Úgyhogy alapvetően azért azt el lehet mondani, hogy ez mindenképpen jó hír, hogyha valaki törődik a testével, odafigyel az étkezésére, odafigyel arra, hogy ne hízzon el. Ez minden egészségügyi, a legtöbb egészségügyi problémától azért megóvja, legalábbis késleteti annak a kialakulását. Viszont miért mondtam azt, hogy lelkizés, és miért mondtam azt, hogy erre is hangsúlyt kell fektetni? Azért, mert túl azokon az hogy mondjam, sztereotíp megjegyzéseken, hogy igen, hát a magazinokból mi folyik be, meg az emberek agyába, ugye a tökéletes testről, illetve a magazinok, internet, insta, stb. Tehát, hogy ott mit látnak az emberek, és hogy valójában mi is az ő testük, hogyan is kéne kinézniük, és hogy ez tulajdonképpen mennyire zavarja meg az emberek agyát, ha lehet így fogalmazni. Tehát beleég egy ilyen gondolat, beleég egy kép a fejekbe, hogy hogyan is néz ki egy tökéletes nő, hogyan is néz ki egy tökéletes férfi, milyen is egy tökéletes női test mondjuk. És akkor gyakorlatilag egy ilyen teljes káosz alakul ki, vagy alakulhat ki valakinek a fejében, hogy hát ő nem olyan jó alakú, nem annyira néz ki jól, elkezdi magát olyan dolgok miatt szégyelni, ami miatt nem is kellene, esetleg kap egy kellemetlen beszólást, rögtön összetörik. Tehát alapvetően azért fáj a szívem ilyenkor, mert tényleg nagyon sok testalkat létezik, ami egyébként jó. És nem az számít egy futásnál sem, hogy az embernek most mennyire lesz, nem tudom, kockás hasizma, vagy éppen mennyire lesz kidolgozott teste tőle, hanem az a jó érzés, hogy te ezt a sportot űzöd, és egyáltalán teszel bármit is a testedért, illetve az egészségedért, mert ez a fő szempont, ami igazán számít. A többi az azért mellékes, mert alapvetően az, hogy kinek mi tetszik, milyen testalkat jön be, az nyilvánvalóan abszolút szubjektív lesz. És ha én például magamból kéne, hogy kiinduljak, akkor azt mondanám, hogy kialakul mondjuk egy olyan gondolatmenet, hogy van egy testalkat, ami mondjuk valakinek az abszolút adonisza, az abszolút ideája, és arra izgul rá, és nem tudom, az persze lehetséges. Tehát, hogy nyilván az ember szeretne, főleg, hogyha van párja, vagy szeretne valakit meghújtani, akkor annak megfelelni. Ez mondjuk oké. Okay. De egyrészt mindenkinek nem lehet, másrészt pedig tényleg nem a sztereotípiákból kell ilyen értelemben kiindulni. Tehát, hogy én viszont azt mondom, hogy van olyan, hogy valaki így is nagyon jól néz ki, meg úgy is nagyon jól néz ki. Csak két különböző formában néz ki jól. Nem egyszer láttam átalakítás után embereket, ugye különböző, hát követek én is, ugye különböző közösségi felületeken, fitness edzőket, nekem is volt olyan, hát mondjuk egy tanítványom, aki szeretett volna átalakulni, és át is alakult, ami persze egyrésztről fantasztikus, de hogy előtte se éreztem rajta azt, hogy egyébként olyan nagyon-nagyon nagy különbséget kell tenni.
Tudni kell azt, hogy persze ott van mondjuk egy 50 kiló, 60 kiló, teljesen mindegy, és nem mindegy, hogy az mondjuk a zsír összetétel szempontjából hogyan oszlik el, és mennyi az izom, és mennyi a zsír összszázaléka természetesen az embernek. Ez nyilván nem mindegy, és az egész, hogy mondjam, külalak számíthat ettől, tehát megváltozik az edzéstől, tehát lehet valaki mint úgy 55 kiló, hogy közben mégsem érzi magát komfortosan a bőrében. Nyilván ez a magasságától is függ egyébként, de hogy ettől függetlenül igen, tehát volt nem egy olyan előtte-utána kép, amikor azt mondtam, hogy tulajdonképpen mind a kettő elfogadható, tehát mind különlag, mint esztétikai szempontból. És nem az volt tehát nem azt érezte az ember, hogy az elsőnél, tehát a régi változatnál, hogy úristen, de bom, az agyam át, úgy de rossz, és nem tudom, hanem valójában azt láttad, mint a két különböző ember lett volna, és mind a kettő valamiért jó, valamiért vonzó, valamiért esztétikus az ő alkata. És ezt azért kell szem előtt tartani és figyelembe is venni, mert hogyha te úgy éled meg a testalkatodat, hogy mondjam, csak a negatívat veszed észre, és rá is állsz erre, hogy te nem felelsz meg esetleg bármilyen normának, vagy bármilyen elképzelésnek, akkor ez bőven, hát hogy mondjam, megölheti az önérzetedet, és onnantól kezdve nagyon nehéz lesz már visszahozni téged abba az állapotba, hogy jól érezd magad. Tehát akkor sem fogod elhinni azt, hogy ez működik, és minden tök szuper, hogyha egy pasi azt mondja neked, hogy ez tökre rendben van, meg így, meg úgy tetszel neki. Nyilván ez egy más kérdés, mert nem közvetlenül a futáshoz kapcsolódó kérdés, de mégiscsak fontos, hogy te tisztában legyél azzal, hogy tud hova tenni azt, hogy az egészségedért, hogy mondjam, szívből sportolsz, akkor az ugyanúgy érni fog nagyon sokat a te életedben, mint az, hogy most te ettől fogytál, nem fogytál, izmosodtál, nem izmosodtál, teljesen mi történik. Tehát ebből a szempontból nincs jelentősége. Mert lehet, hogy van, akinek tényleg van olyan genetikai adottsága, hogy mondjuk, ha úgy tetszik, vékonyabb, de az is lehet, hogy pont azzal lesz rosszabb, vagy azzal fog rosszul kinézni valaki, hogy nagyon lefogyott, mert egyébként ilyenre is volt példa. Tehát nagyon óvatosan kell bánni azért ezekkel a tényleg sztereotíp gondolatokkal, arról nem beszélve, hogy nagyon sokan vannak olyanok is, akik szívesen belekötnek már csak azért is a másikba, hogy felhívják magukra a figyelmet, tehát azért a pasik sem mindig, hát hogy mondjam, a legjobb bókot választják, vagy nem legjobb módszert választják az önmagukra való, tehát önmagukra, hogy felhívják a figyelmet saját magukra, a nők figyelmét, tehát ezért ez is egy fontos tényező, ez sem árt figyelembe venni akkor, amikor mondjuk esetleg olyan bókot kapsz, amit te ugyan nem bóknak tekintesz, de hát mégiscsak arról van szó, hogy hát foglalkoztak veled, tudom, hogy hülyén hangzik, de hát mégiscsak ez a helyzet, hogy annak is kell egy kicsit így, hogy mondjam, hát értékelni, még akkor is, hogyha esetleg az nem olyan, mint amit te megálmodtál, vagy nem a, nem tudom, a Richard Gere klasszikus jelte, hogy rózsával följön ott a mozgó lépcsőn az egyik filmben, sajnos nem emlékszem a film címére, tehát lehet, hogy Richard Gere sem volt a legjobb példa, de mindegy, tehát a lényeg az, hogy alapvetően nem szabad befolyásolnod magadat mindig másoktól, hanem inkább a saját utadat járd, és a saját érzéseid szerint alkoss meg a saját testedről és a véleményt, illetve gyakorlatilag az egésznek tehát úgy tekints magadra, ahogy azt kell, tehát reálisan. Nyilván itt az összetettsége a dolognak azért ennél tovább bonyolódik, mert azért az sem mindegy, hogy kinek milyen a múltja, mit kapott, milyen csapások érték, otthon milyenek voltak a szülők, gyakorlatilag ő vele miket mondtak, nem állították esetleg irreális, is mondjam, célkitűzések elé, tehát nem vártak el tőle olyat, amit egyébként nem teljesített volna. Nem az volt az ő céljuk, hogy mindig belekössenek, és az ő saját problémáikat és a saját sikertelenségüket, pesszimizmusukat vigyék tovább a gyerekre, a lányra, vagy akár a fiúra, mert ez nem kell csak lánynak lenni, hogy a testünkkel problémáink lének. Tehát ezért ezt is valahogy tisztázni kell. Tehát, hogyha
Ha felnőttként gondolkozol, és egy picit így belelátsz a dologba, akkor érdemes azért azon is elgondolkodni, hogy hogyan is alakult esetleg ez ki, hogy te miként látod magadat, és miként is éled meg a tested esetleges változásait. Szülés után klasszikus, ugye különböző izgalmas dolgok megjelentek már, ugye köszönhetően Schobert Norbinak tavaly, de azt hiszem, hogy azért ez nem az általános, hogy itt nem tudom, valaki és szerepkedjen, és akkor kimondjon valamilyen dolgokat, amiket szerintem ő sem biztos, hogy komolyan gondol, vagy legalábbis nem így gondol. Tehát nyilván azért azt gondolom, hogy a nőkkel eléggé ki van cseszve, tehát nem könnyű azért, hogy akkor szüljön is gyereket, meg aztán majd gyorsan szerezze vissza az alakját, meg nem tudom, tehát azért szóval óvatosan vagy hátrébb az agarakkal szerintem, pláne úgy, hogyha közben a pasik meg nem tesznek magukért eleget, mert ő nekik nem tudom, hát ő nekik belefér egy-két sörhasféleség, mert hát miért is ne, szinte már szexi. Tehát azért mondom, hogy óvatosan, még független attól nyilván itt a futás közegében azért kevés a sörhas, nem igazán jellemző szerencsére, de hogy azért a nők is úgy ítéljék meg magukat, ahogy lehet, tehát ne az legyen, hogy akkor nem tudom, szülés utáni időszakban még közben is edzek, meg azután is edzek, és akkor még azon is reszeljek a gyereken kívül, hogy akkor na most akkor mi lesz, meg hogy szerzem vissza az alakomat. Tehát azért tehát nyugodtan, tehát nem kell ezen túl aggódni a dolgokat, már csak azért sem, mert azt mondom, hogy minden változás azért időre van szükség, nem is kevés időre. Tehát ami hirtelen jön, ami egy pillanat műve alatt megtörténik. Tehát úgy értem, hogy kéthetes önkínzon fogyókura révén nem egy x kiló, persze ez tök jó lesz, mert akkor majd izomból is veszítesz rengeteget, és akkor majd azt hiszed, hogy jól fogsz kinézni, a mérleg majd azt mutatja, amit te szeretnél, esetleg ettől függetlenül nem biztos, hogy a bőrödben jól fogod magadat érezni. Azt kell, hogy simán, nyugodtan tervezd meg a dolgot, tervezd meg azt, hogy mit szeretnél csinálni, hogyan szeretnéd elérni a vágyott alakot, vagy legalábbis hogyan szeretnéd magadat formában tartani. Ez a fontosabb. Ez legyen az elsődleges, ami szemed előtt lebeg, és ne az, hogy most akkor te bármifajta magazinban vagy, teljesen mindegy, kinek nem is kell magazinnak lennie hozzá, nem is kell topmodell hozzá. Elég egy bárki, akit te kinézel. Persze lehet, tehát felnézhetsz rá, legyen cél, legyen egy olyan célkitűzés, legyen olyan minta, amit te követni szeretnél, de ettől függetlenül nem az a fő célod, vagy ne ez legyen a fő elgondolásod, hogy majd 2 hét alatt, 3 hét alatt összehozod azt a vágyott alakot, amit szeretnél. Ne. Legyen az, hogy élvezd az életet, próbáld meg az egészséges életmódot, illetve ne próbáld meg, hanem csináld azon a szinten, ami neked belefér, ami neked kényelmes, és az meglátod, hogy az majd hova vezet. A klasszikus dolgokat persze kerülni kell, tehát nyilván ne, nem tudom, babújás vacsorázzál, de ettől függetlenül, ami az elsődleges, hogy élvezd. Élvezd a sportot, élvezd a futást, és a többi meg majd jön magától. Ha már nem jött, és mondjuk azt mondod, hogy szeretnél még egy picit többet hozzátenni, akkor az is működik, akkor úgy kell tovább menni az edzésekkel, úgy kell esetleg szakembert keresned, tehát nagyon sok lehetőség előtted áll, de az elsődleges az, hogy te legyél tisztában azzal, hogy mit teszel azért, hogy az alakod jobb legyen, vagy legalábbis jobban érezd magad a bőrödben, mert ez inkább a fontosabb, megint csak. Tehát, hogy jobban érzed magad a bőrödben, hogyha te ezt megtetted, az egészségedre megtetted a lépéseket, akkor teljesen mindegy, hogy ki mit mond, ne számítson, még azt mondom, hogy a hozzád egészen közel állóknak se engedd meg azt, majd magadnak azt a luxust, hogy megbántsanak bármilyen negatív beszólással. Egyszerűen azt érezd meg, hogy te ezt és ezt csinálod, ő lehet, hogy nem is teszi, innentől fogva teljesen mindegy. Lehet, hogy ő nem tudom, majd hiperszuperül fog kinézni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Főleg, hogyha nem, akkor tessék el, hogy magadra vegyél olyan megjegyzéseket, amelyek nem is kötődnek tulajdonképpen hozzád. Lehet, hogy valaki éppenséggel a saját kis hülyeségét, a saját sikertelenségét, kudarcait próbálja meg rajtad kiélni. Rengetegen vagyunk sértettek sajnos, úgyhogy ezt mindenképpen tarts szem előtt. Akkor is, ha te mondasz valakire valamit, meg akkor is, hogyha neked mondják. És hogyha tényleg a lelkedbe hatoltak, úgy gondolom az a fontos, hogy akkor is úgy megtaláld azt a
hogy is mondjam, arányt, ameddig ezen érdemes rugóznod, de ne tedd sokáig. A futóbeszéd legalábbis ezt mondja neked. Köszönöm, hogy meghallgattál. Örülök, hogyha segíthettem egy kicsit így rendbe tenni a lelkedet, amennyiben szükséges volt. Annak még jobban örülök, ha nem volt szükséges. Kövess tovább is az oldalt, és YouTube-on is csatlakozz, iratkozz föl, olvasgass, amiben tudok, segítek futásban, de akár másban is, úgyhogy keresd nyugodtan. Galambos Ádám voltam, alias Adam G. Steve, ezen a művész néven szoktam írogatni a futásról. Olvas, és informálódj, és találkozunk a futópályán hamarosan.